Előbb a Szekszárdi Strand munkatársa, majd maga a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Vezetője Malomsoki Krisztián csúszik le a csúszdán a helyi fürdőben csütörtökön este. A felvételen látszik is a csúszdatolonyra helyezett óra, bőven elmúlt este 8 óra, amikor az élményfürdő hivatalosan már zárva tart. Ezeket a felvételeket Szabó Balázs, a Szekszárdi Városvédők elnöke hozta nyilvánosságra. A városvédők szerint Malomsoki Krisztián ezzel a gépek járatásával, a világítás működtetésével indokolatlan kiadást okoz az önkormányzati cégnek. A Sport Nonprofit Központ igazgatója zárás után a strandon működteti a csúszdának a vízforgatóját, világítását és egyéb eszközöket, és saját célra használja egyik emberével, illetve a biztonsági őrrel, konkrétan a csúszdákra gondolok, az kriminális, tehát nem találunk erre szavakat. Mondhatnám azt is, hogy Bástya elvtárs feltámadt Malomsoki elvtárs képében. A Szekszárdi Városvédők elnökének több tanúja is van arra, hogy a csúszda magáncélú használata hetek óta rendszeres. Ács Rezső pénteki hétértékelőjén szintén beszélt az ügyről, ő is megkapta a felvételeket. Azt mondta, reméli, hogy az ilyen szexelt frakció által kinevezett sportközpont igazgató nem azért emelte meg drasztikusan a helyi strand belépőinek árát, hogy abból a szexeliak kárára a saját szórakozását finanszírozza. Azt tudni kell, hogy ezen eszközök üzemeltetése, főleg egy személy esetében nagyon drága. Hogyha a költségeket is összeadjuk, akkor jelentős mértékben növekedtek az úszodának vagy fürdőnek a költségei, és ugye mivel rövidebb az idei szezon, mint az elmúlt években volt, hiszen egy nyitott ki maga a fürdő a szokásos időben, és ugye felújítást kell elvégezni, ezt a város finanszírozta. Én azt gondolom alapvetően, hogy az idei év az egyik leggyengébb sajnos a fürdő esetében. Aznap írásban mások mellett erről is megkérdeztük Malomsoki Krisztiánt. Az igazgató egyértelműen tagadta, hogy saját célra éjszakánként használja a fürdőt. Köszönöm szépen a megkeresését, mindkét esetben pontatlan az információja. Nem sokkal később televíziónk oldalán felháborodva posztolt. Nézőink között viszont volt, aki őt kérte számon. Valaki azt írta, te csúszdázol munkaidő után, vagy nem? Ennyi a kérdés, a többi csak terelés. A szekszárdi városvédők felszólították Malomsoki Krisztiánt, hogy mondjon le tisztségéről. Kedden újra megkerestük Malomsoki Krisztiánt, aki ekkor már nem tagadta a zárás utáni csúszdázást. Levelében azt írta, hogy a sportközpont előző vezetése hozott olyan szabályokat a dolgozók számára, hogy zárás után, miután elvégezték a takarítási munkákat, a kötelező ellenőrzéseket fürödhessenek. Malomsoki Krisztián arra viszont nem tért ki, hogy a fürdőzésen túl miért használják a csúszdázáshoz szükséges vízkeringető rendszert.